Az éghajlatváltozásnak köszönhetően már hazánkban is termeszthetők a különböző déli gyümölcsök, mint például a kiwi. A kiwi egy kétlaki futó növény. Külön van hím és női varú növény, melyeknek együttes ültetése szükséges a terméshez. A kiwibe mindenféleképpen úgy kell nekiállni, hogy két vagy három növénynek kell helyet biztosítani. A kiwi egy futó növény, tehát szeret jó hosszan elnyúlni, 6-8 métert tud nőni alaphelyzetben az ágai, vagy a vesszői, tehát jó, hogyha egy ilyen 12-14 méteres területre engedhetjük szabadon. Tökéletes lehet mondjuk egy kocsibeálló, aminek a tetejét be kell futtatni, vagy egy olyan szabad terület, amivel eddig nem tudtunk kezdeni, és mondjuk egy kiülő résznek a befuttatására is tökéletesen alkalmas lehet. A kivinek a támrendszere általában egy T-alakzatú támrendszer. Fontos, hogy nem szabad visszavágni, hiszen termése a vesszők végén található. Hogyha cserében található növényünk van, bármikor ki lehet ültetni, akár ebben az időszakban is a fagyok előtt. Célszerű az első időszakokban még a tövét védeni, ültetés után bevédeni a fagyok ellen. Ez lehet valamilyen takarással, körbevesszük csirkehálóval és falevelekkel, jól megtömjük a környékét, hogy ne érje közvetlenül fagy, vagy vannak növénytakaró anyagok, amivel szépen be tudjuk takarni, körül tudjuk tekerni, és hogyha már az első 2-3 évben, amikor már megerősödött, utána már nem kell vele foglalkozni. Metszése hasonló a szőlő metszéséhez, csak itt nem kell visszavágni a vesszőket. Ritkíthatjuk, irányíthatjuk és kötegelhetjük. Ha egy nő és egy hímivarú növényt ültettünk egymás mellé, akkor ebben az időszakban, október-november környékén már élvezhetjük is a kivitermést.